Világhírű milliárdos influencerként állandóan azon kell gondolkoznom, hogy mire tudom elkölteni a pénzemet, mert ha nem költöm el és hagyom felgyülemleni, akkor egy hét alatt összejönne annyi, hogy külön villát kéne neki bérelnem, hogy elférjen. Ez nyilván nem megoldás, szóval rendszeresen böngészem, hogy mik azok a legdrágább amikre el tudom költeni a milliárdjaimat. Szerencsére tele van a piac túlárazott luxus termékekkel, mint például ez a Balenciaga cipő, Balenciaga cipő. Ez egy luxus márka cipője, ami 1800 dollárba kerül, szóval 650 ezer forint. Nem tudom, hogy ez hogy luxus márka. Nem nagyon értek a luxushoz se, meg a divathoz se, de ez inkább tűnik nekem egy olyan cipőnek, amit egy hajléktalanról rángattak le, miközben aludt a metró megállóban. Szóval... És ezért valaki pénzt kér. Szerintem konkrétan ezt nem is ők gyártották, hanem csak simán kiküldtek valakit egy szeméttelepre összeszedegetni a kihajtott cipőket. Nem értem, bár legyünk empatikusak és megértőek, lehet, hogy ez valakinek tetszik, csak nincs rá 650 ezer forintja. Nyugi, nyugi, tudok neked csinálni. Csak simán fogok egy használt cipőt, bevágom egy ipari húsdölállóba, kiveszem, leöntöm benzinnel, felgyújtom, bevágom egy pocsolyába, aztán kitörlöm vele egy víziló seggét, és már is viselheted. A szaggatott farmerekre még azt mondom, hogy oké, valakinek tetszik, nekem is vannak olyan szaggatott farmerek, amik így bizsergetik a számgolyómat, és jól esik ránézni, és talán még fel is húznám. Ha jól van megcsinálva, akkor úgy néz ki, mintha túléltél volna egy szamuráj támadást puszta kézzel. Azt meg tudom támogatni. De ez mi a tököm? Talán a Facebookos nyuggereknek mégis igazuk van, és elkezdett totál kirohadni az agyunk. Ez a luxus termék pont tökéletes azoknak az új gazdagoknak, akik tipikusan így szabadidejükbe felveszik a szegény ember vagy átlag ember cosplayüket, mert ez a fétisük. Semmi nyavajájuk nincs az életben, max annyi, hogy nem tudják mire költeni a pénzüket. De tényleg semmi, se egy herpesz, vagy ritka szemöldök, vagy benőtt köröm, semmi. És akkor ilyenekre kreálnak igényt. Ezek, ha én kezdeném el árulni a használt cipőimet, amik úgy néznek ki, mintha bedobtam volna egy kombájn alá, akkor azt senki nem venné meg. De neked az előző cipő túl hétköznapi volt, akkor ne aggódj, van egy fokkal extrémebb is, ami nem is kerül ennyibe. A következő darabunk 850 euróba kerül. De ez legalább hasznos, mert fel tudod húzni a lábadra, és ha kiukad a kereked útközben, akkor legalább nem kell pótkerék miatt aggódnod, mert azonnal ki tudod erre cserélni. Szerintem ilyet fognak szerelni a legújabb holdjárókra is. Kinek van ennyi energiája arra, hogy emelgesse a lábát? Kétszer annyit kéne mozgatnom, marad, én ehhez túl sokat csoszogok, hogy én ezt felhúzzam. Szerintem egy hét alatt elkopna a talpa. Mindenbe beakadnék. Képzeld el, ha belelépsz ezzel, kutya szarba. Ott szívnál vele órákig, amire kitakarítod. Nem tudom, hogy honnan jönnek ilyen ötletek az embereknek, lehet, hogy ott állt egy szántóföld közepén, és azt mondta, hogy traktorkerék. A lábadon. 330 ezer. Köszönöm, előléptetés. De egyébként hova jársz ebbe? Offroad rallyra? Csak te magad vagy a kerék meg a kocsi is? Navigátort meg felcsapod a hátadra és ott fog izé kormányozni a nyakadba? Vagy... Ne értsetek félre, értem ezt a márka szeretetet, nekem is van kedvenc márkám. Nike. Amit abszolút imádok, de akkor se vennék meg tőlük bármit. Ha kiadnának egy olyan cipőt, ami teljesen átlátszó, és a talpában meg ott lötyögne csirkemáj pörkölt, azt valószínű nem venném meg, mert idővel ugye elkezdene penészedni, meg szottyadni, aztán bűzölögne a lábamon, és mindenki azt hinné, hogy soha nem mosok lábat, de nem lenne igaz, mert csak a pörkölt kezdene el penészesedni a cipőm. Értitek? Bármit azért nem vennék meg. Max, ha fizetnek érte, vagy szépen megkérnek, mert imádom a Nike-t, szóval vihetitek az elsőszülött gyerekemet is. Következő darabunk egy gyönyörű, egyedi szaggatott pulóver, ami tökéletes lesz arra az alkalomra, ha esetleg be akarod adni a családodnak, hogy nem tudsz elmenni a nagyi szülinapjára, akit utálsz, mint a mert medvetámadás áldozata lettél. Max erre tudnám használni. Ez tökéletes lesz a szaggatott cipő. Csak itt, csak most, vagyis nem itt, hanem a weboldalon, mert nem árulom. Tiéd lehet 542 ezer forintért. De legalább jól szellőzik. Ezek már minden social experiment, ilyen társadalmi kísérlet részei, hogy mennyire tudják idiótának nézni a gazdagokat, miközben el is adnak nekik dolgokat több ezer dollárért. Őszintén, jó ezeknek a márkáknak, csak küldenének nekem is a bevételből. Miért nem szponzorál a Balenciaga? Csak azért, mert semmi közöm nincs hozzá, és nem lennék jó promóter, és egyáltalán nem vagyok modellalkat, és nincs közel se annyi követőm, hogy szponzoráljanak? Most csak ezért? De tényleg jó nekik. Ha van olyan hülye, aki megveszi ezeket, akkor kereslet, kínálat, biznisz, meg marketing, szóval tudod. Ha jó ló, akkor a szamár is. De figyelj, az előző termékekre azt tudjuk mondani, hogy úgy viszonylag így normális, nem? Jó, hogy szét van szaggatva, de azon kívül, tehát ez semmi új, nincs benne. Na de itt a Gucci szandál. És komolyan mondom, szerintem ez az egyetlen termék, amit meg is vennék. Simán megvenném. 435 ezer forint? Simán. Csak azért, hogy láthassam az emberek tekintetét, amikor végig sétálok az utcán, rövid naciba, meg ebbe a magas sarkú Gucci szandál zokniba. Ezek a zokni szandál féle
ötletek, elmondom, hogy születnek. Várjál, minden hónapban van egy meeting, aminek az a címe, hogy ki tudja kitalálni a legnagyobb baromságot, amit még el tudunk adni egy csomó pénzért, verseny. Aztán mindenki jól begombázik, és ilyen ötletek születnek belőle. Imádom. De meg is akarod gondolni, hogy hova húznád fel ezeket? Meetingre? Melóba? Hova? Mész bulizni péntek este, és ezt húzod fel? Vagy leugrasz a Lidlibe, mackó nadrágba, Gucci zokni szandál kombóba? Esküszöm, hogyha meglátnék valakit ebben a szedben, a csirkefarhát részlegnél, kérnék egy közös képet. Vagy amúgy lehet, hogy eredetileg ez csak egy ilyen nagyon fura fétises szexrabszolgára készítették, csak aztán annyira bejött mindenkinek, hogy piacra dobták. Az a kérdés, hogy hova nem lehetne ezt felhúzni? Mert szerintem mindenhova tökéletes lenne. Mondjuk legalább egy szottyot Gucci logót rakadtak volna rá. Honnan fogják tudni az emberek logó nélkül, hogy nem egy elmebajos, ízlésficamos vagy, akit már 12 országban köröznek? Ilyen extra fura gyilkosságokért, mint hogy halálra fintad valakinek a szobáját és megfulladt álmában. Hanem csak túl sok pénzed van, amit nem tudsz mire költeni. Gucci logó nélkül hogy lesz egyértelmű? Ez totál félreérthető. Amúgy ez csak így fehér embereknek tervezték? Vagy direkt csak egy színben elérhető? Fehér embereknek jó, de mi van, ha valaki nem fehér? Vagy valaki többet jár napra, vagy szolizni? Oh. 300 ezer forintos Louis Vuitton ugráló kötél. Akkor legalább csináltak volna valami Indiana Jones verziót belőle, akkor egy oldalra tudnád kötni, tök menő lenne, és legalább lenne értelme ennyi pénzt kicseszni valamire, hogy nem jutott ez eszükbe. Nem értem, miért nem én mentem designernek amúgy? Vizsló kanapé. 95 ezer dollárért. Jól olvasom, mennyi nulla van ott? 34 millió forint? Ennyiért már vehetsz egy élő vizsilóat is, nem? Zsaros rá tudsz ülni. Vagy egy saját elefánt is kijön belőle, amire szintén rá tudsz ülni, és még meg is tud így fürdetni az ormányába. Erre csak rájössz, hogy kerül ennyibe. Mondjuk ha azt nézed, hogy már a legolcsóbb IKEA-s asztalért is el kell adnom egy vesémet, hogy meg tudjam venni, ja, úgy nagyjából értem, de miért pont víziló? Miért nem egy low kanabét csináltak akkor legalább, vagy egy szamarat? Ha! Ho! Kinek jut? Kinek jut eszébe ilyen? Mondjuk nekem is eszembe szokott jutni egy csomó fasság, hogy akkor kiengedi ezeket piacra dobni? Nem. Kiveszi meg őket? Kivette meg ezt a víziló kanapét, és hányszor ült rá? Tudni akarom. Aztán megláttam ezt a 235 ezer forintos Chanel esőkabátot a luxus táskámnak. Tudtam, hogy azonnal hármat kell rendelnem belőle. Mondjuk ezt megértem, hogyha valaki vesz egy több ezer dolláros luxus táskát, akkor nem akarja, hogy elázzon, de ha már ennyi pénzt kifizetek egy táskáért, akkor egyrészt miért nem vízálló? Másrészt az esőkabátot, esőtáskakabátot, ezt a szart miért nem csinálták átlátszóra? Ha már kifizet valaki ennyi pénzt a táskáért, azért, mert ugye márka is kinéz valahogy, és nem is tudja mutogatni, akkor annak... Értitek? Tehát nem az zavar ezek a dolgokba, hogy ennyire drágák, hanem hogy miért értelmetlen? Vagy csak én nem értem? Ne magyarázzál. Csak én nem értem? Mi ebben a logika? Persze különleges alkalmakra is vannak luxus viseletek. Képzeld el, szétült a gazdag arisztokrata haverjaid meghívnak egy halloweeni buliba, aminek a témája az, hogy fel kell öltözködni normál átlag emberként. Erre is van luxus viselet. Ha szeretnéd, akkor felhúzhatod ezt a nadrágot 425 dollárért, ami tiszta retek és olyan, mintha egy óvodás hemperget volna egész nap a játszótéren benne. Vagy ha ez nem elég, vagy túlságosan sivár, akkor van színesebb paletta is, fűfoltokkal. Ezek a nadrágok tökéletesek azoknak is, akiknek túl sok pénzük van, de átlag emberekbe szeretnek bele. És tudják, hogy nem fogadnák el őket. A rengeteg pénzük miatt, azt hiszem. És meg akarják mutatni életük szerelmének, hogy igenis képesek arra, hogy bemocskolják a kezüket és a lábukat. Ezért vesz egy 1200 forintos fűfoltos luxus farmert. Szerencsétlen szülők a világ minden táján naponta szenvednek azzal, hogy a gyerekeik legújabb nadrágjaikból kiszenvedjék valahogy a foltokat. Erre ezek piacra dobnak egy ilyet. Le kell ülnöm. Ez hihetetlen. Hova veszed ezt? Hova húzod ezt föl? Kimegy egy mező közepére? Egy kapával? Hogy az Instájára lőjön olyan képeket, mintha dolgozna? Vagy ráadásul a legrondább fazonú farmert sikerült megcsinálniuk ebből a füvesből. Undorító. Behányok. Szeretném ezt látni Kim Kardashian-en. Nem bírom, bazd. Arról nem is beszélve, hogy egy kicsit pofátlanság így a kétkezi valódi munkásokkal szemben. Az egyetlen dolog ezen a listán, amit valóban hallott, tényleg hajlandó lennék megvenni, ez a hamburger táska, mert úgy néz ki, mint egy Fortnite skin. Annyira röhelyes, hogy kell. Kell. 1000 font. Valaki küldjön 1000 fontot. Küldök lábképeket cserébe. Itt van egy kis ízelítő. Még nem tetszik, hogy ilyen bizbaszos, ilyen pikkelyes. Értek a divathoz látszik. Ez az egyetlen dolog, amire hajlandó lennék költeni erről a listáról. El is kezdek gyűjteni. Ha egyszer ezt megszerzem, soha nem fogok semmi mást viselni. Táskában van. Ruha lesz rajtam, csak más táskát nem fogok viselni. Ez lesz rajtam, amíg le nem rohad rólam, amíg szét nem foszlik. 450 ezer forintért remélem, hogy még az unokáimat is túléli. Nem is lesznek unokáim, szóval nagyon remélem neki. Köszönöm,
hogy megnéztétek ezt a videót, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és osszátok is meg a videót, hogy még több emberhez eljusson a tartalmam. Találkozunk a következő videóban. Peace!